A világ harmadik legnagyobb sporteseményén több mint 200 ország 2100 atlétája vett részt. A versenyek szinte mindig teltház előtt zajlottak, a televízió előtt pedig több mint 1 milliárd ember követhette az eseményeket. Nem volt még ekkora sportesemény, nem csak itt Magyarországon, hanem Közép-Európában sem. Az atlétikai világbajnokság, a szabadtéri atlétikai világbajnokság, ez a világ harmadik legnagyobb sporteseménye, és lehetőséget teremtett arra, hogy megmutassa Magyarország és Budapest, hogy képes ennek a megrendezésére is. Mi úgy szerettünk volna dolgozni a kollégákkal együtt, hogy akik ide jönnek külföldiek, vagy az a nagyjából 1 milliárd ember, aki a tévében nézte az atlétikai VB-t, ők vagy azt a hírt vigyék haza innen Magyarországról, hogy ez egy jó hely, vagy a tévén keresztül is ezt lássák. Remélem, hogy sikerült így dolgoznunk, és az a 9 nap az valóban olyan volt, amire egész Magyarország büszke lehet. Mi, akik szerveztük, mi büszkék vagyunk, és fontos küldetésünknek tartottuk, hogy valóban úgy sikerüljön, hogy az ország jó hírét vigye. Német Balázs az atlétikai VB-t mind gazdaságilag, mind országi más szempontjából is eredményesnek ítélte. Egy fontos célom volt, és szerencsére ebben az ügyben is egymásra találtunk a kollégákkal, hogy bebizonyítsuk azt, hogy nagy sporteseményt Magyarországra hozni, az hasznos dolog, azt megéri. Ugye pontosan tudjuk, hogy erről politikai és nem politikai természetű vita is van. Pont amiket ön sorolt, hogy gazdasági szempontból, társadalmi szempontból, a turisztikai szempontokat figyelembe véve megéri ekkora sporteseményt Magyarországra hozni. Én remélem, hogy az atlétikai VB után többen gondolják azt velem együtt, hogy megéri, mint ahányan előtte gondolták. Itt valóban gazdasági haszon van, valóban társadalmi haszon van, hiszen a VB segítségével minél többeket szerettünk volna arra ösztönözni, hogy sportoljanak, mozogjanak. Elindult egy hétköznapi hős kampány, így vezettük fel a világbajnokságot, és több mint 150 ezer embert megmozgattunk. Tolna megyében is voltunk Szekszárdon egy futóversenyen. Ezt én a társadalmi haszonhoz sorolom, hogy vannak olyanok, akik egészségesebb életmódra váltottak a világbajnokság segítségével. És van a turisztikai haszon. Próbáltuk például a maratonnál és a gyalogló számoknál is megmutatni Budapestnek a legszebb pontjait. Talán kényelmesebb lett volna, még az is lett, hogy olcsóbb lett volna egy olyan helyen megrendezni a maraton versenyszámot, ahol kevesebb lezárással jár, viszont ott kevesebb látnivaló lett volna, és a világ 200 országában a tévénézők nem láthatták volna Budapestnek a legszebb részét, illetve akikről már beszéltem, az 50 ezer ide érkező külföldi, ő nem csak a pénzét költötte itt, ettek, ittak, szállást fizettek, hanem elvitték azt a hírt, hogy Budapest egy jó hely, és bízom benne, hogy akár ők, akár azok, akik nekük továbbadták ezt a hírt, nagy számban jönnek majd el a következő években Budapestre és Magyarországra. Több helyen megjelent az a nem hivatalos hír, hogy a jelenlegi kormánypártok Németh Balázst indítanák budapesti főpolgármester jelöltnek. Mi is megkérdeztük az érintettet, hogy mi a véleménye a dologról. Igen, én is olvastam. Az biztos, hogy sokan kérdezik ezt tőlem, és kérdezték tőlem már a világbajnokság előtt és alatt is, hiszen voltak olyan ügyek, amelyekben ki kellett segítenünk szervezőként a főváros, szemetet kellett szednünk, utat kellett aszfaltoznunk azért, hogy méltó körülmények között várjuk Budapesten egyrészt a sportolókat, másrészt az ide érkező újságírókat, nézőket, úgyhogy igény lenne rá, hogy valaki megszervezze Budapestet. És mi lesz a jövőben? Nem tudom.